A Máté Szeretett Szolgálat az alapvetően egy e, szociális szolgáltatásokat nyújtó e, civil szervezet. Olyan helyen végzünk egészségügyi szolgáltatást, ahol valamilyen szociális munkával már megalapoztuk azt a bizalmat, hogy a lakosság az merjen hozzánk fordulni. Magyarország 300 legszegényebb településen több mint 300 ezer élnek, 10 évvel alacsonyabb a magyarországi átlagnál a várható élettartam nyolc darab mobil orvosi rendőt és a telemedicinális eszközöket Európai Uniós fejlesztési forrásokból tudtuk beszerezni. Elsősorban felnőtteknél krónikus betegségekre, gyermekeknél pedig akut betegségekre fókuszálunk. Mi mindig a házi orvossal együttműködve az éppen aktuálisan neki legfontosabb területekre besegítve próbálunk egészségügyi ellátást szervezni. És jellemző a legszegényebb településekre, hogy, hogy ami nem fáj, azon nem nagyon fordulnak orvoshoz, pedig számtalan olyan betegség van, amit időben felismerve, megelőzve, sokkal hatékonyabban kezelhetőek, illetve sokkal több az egészségben töltött évek száma. Jár ide ilyen szűrő busz, és bárki eljöhet, időpontot kell kérni, és szívesen megvizsgálnak. Hát nem mindegy, hogy várok óra hosszákat mondjuk egy szakrendelésre, vagy egy időpontra, mert itt abban is segítenek. Vagy például eljövök, és akkor adok egy időpontot, megbeszélnek, és meg is vizsgálnak, és a doktornő legfeljebb külön elkül, de tud benne sok mindenbe segíteni. Jelenleg itt a mi környékünkön három településen rendelünk, Szalonnán, Szakácsiban is, Gadnán. Mindenhol helyettesítő háziorvosok vannak, tehát egyrészt szeretnénk a háziorvosoknak a leterheltségét csökkenteni, másrészt nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, illetve a már kiszűrt betegséget szeretnénk tovább gondozni. Gadnára ez a busz heti két alkalommal érkezik. Előjegyzett betegek jönnek a buszra a rendelésekre, az előjegyzések az előszűrésen történnek meg. Minden egyes rendelést előszűrés előz meg. Itt felveszük a betegnek az adatait, vérnyomásmérés, vércukormérés, testfújmagasságmérés történik. Ezután megkapja a beteg az időpontot, és akkor a rendelésre tud érkezni. A buszon egy egészségügyi asszisztens van fent. Videokonferencián keresztül van jelen az orvos. Azt mondja, volt egy vérvétele, ugye? Igen akkor az alapján tudunk egy rizikófaktor becslést csinálni, mennyire van annak lehetősége, hogy önnek fokozott kockázata van ilyen szívérrendszeri betegségekre. Ezek a szűrések kizárólag akkor működnek, a helybe visszük őket. A lehető legtöbb dolgot megpróbálunk helyben megoldani, ezért vannak olyan diagnosztikai eszközeink, olyan laborkészülékeink, olyan telemedicina megoldásaink, amivel nem csak az alapellátást, hanem a járóbeteg szakellátásnak bizonyos részeit is be tudjuk vonni a helyszíni ellátásba. Hogyha ez nem megoldható, akkor is van arra lehetőségünk, hogy egy később időpontra visszahívva adott járóbetegellátás szintű segítségbe részesüljön a páciens. Amikor viszont mindenféleképpen el kell mennie kórházba vagy járóbeteg szakellátásra, akkor a kollégáink segítik, menedzserik a betegutat, amennyiben szükséges, akkor a betegnek a rendelőbe való eljutásába is tudunk segíteni, hogy ez a páciens eljusson arra a helyre, ahol az ő adott problémáját meg tudják oldani.